Sziasztok! Ellemes hétfőreggelt mindenkinek. A mai blog témája pedig a D2-es hajó lesz. Ugye a Kossuth téren meg valamilyen megint nem áll meg a metró, ezért Batthyányit élt a Kossuth téri hajóval pótolják. Ezzel fogok utazni innyel. Közben lejöttünk a lakkolatra, és ott szemből fog a hajó menni. Elvileg két hajó jár felváltva. És ugye ott van szembe a Kossuth tér, oda fog átmenni. Na meglátjuk. Majd mindjárt jelentkezem a hajóról. Ja igen, hát még annyit azért, ha csak vagyunk el, hogy ez egy egész jó kezdeményezés, meg tényleg ötletes dolog, ez már tavaly is volt ilyen, hogy hajóval pótolták itt a Batthyi meg a Kossuth tér között a metró, tehát így a legegyszerűbb egyébként, mert pont a Duna másik oldalán van a megálló, és hát busszal elég nehézkesen lehetne pótolni, mert vagy a Lánchíd fele kell kerülni, vagy pedig ott hátam mögött a Margit híd fele, és mindegyik meg kerülő, úgyhogy ez nem. Jobb, így a legegyszerűbb, és nekünk nézhetek meg itt van a D2-es hajó. Úgy lehet, na, akkor erről lehet, hogy le is kések, meg kell várni a következőt. Na nem baj, ennyi belefér. De egyébként itt van. A hajó nem csak elmegy, hanem előbb-utóbb vissza is jön. Úgyhogy én meg ráérek, meg várom. Így itt van. Nézzétek meg a kiírást. Kossuth Lajos tér, és még azt is, igen, betrópótló ott van. Hát mindegy, ez elment, de majd előbb-utóbb visszajön. És hát ami most érdekes, hogy csak egy hajó van, ahogy látom. Mert amikor itt tavaly ment a több hónapig tartó metrópótlás, akkor kettő volt, és mindkét végállomáson mindig állt egy, és egyszer indultak el. Hát most csak egy van. És nézzétek, jön vissza a hajó.
Következő megálló Kossuth Lajos tér, metróállomás. Végállomás. Most már a túloldalt is van egy hajó, lehet, hogy akkor most már sűrítik a menetet, és beáll még egy. Így van. Na még lehet, hogy fel kellett volna menni oda a fedélzetre is, és onnan filmezni. Na most már mindegy, majd legközelebb. Közben akkor megérkeztünk a Kossuth térre, a hajó vissza is ment. Hát látjátok itt a háttérben, ez mindjárt kiköt a túloldalt. Meg van még egy, amíg nem elmegyön az elme, az szerintem valamelyik egyéb menetrend szerinti D11-12-13 akárhanyos. Ha itt átvált a lámpad, akkor fel is tudok menni a megállóhoz. Egyébként valószínűleg amiatt a szemben lévő ház miatt van megint lezárás, mert tavaly bontottak, most építenek oda valamit, úgy tűnik. Na, nézzük meg, most már végre át tudunk menni. Na hát akkor ez a kis vlog, ez nagyjából ennyi lett volna, ezt a metrópótló hajót szeretem majd még bemutatni, ezt pedig sikerült, úgyhogy akkor ilyenlőre akkor legyen elég ennyi, köszönöm, hogy megnéztétek. Ja, mondd be, nagyon szokásos, lehet lájkolni, diszlájkolni, kommentelni, feliratkozni. Hát szokásos dolgok. Sziasztok, köszönöm, hogy megnéztétek.